katasztrofális. Nem, ez a karcagi agrárszakember az egyetlen az országban, aki így minősíti a csapadékhiány miatt kialakult helyzetet. Ezeknek a napraforgó növényeknek a vetési időhöz képest már ekkorának kellene lenniük. Ennél jobban semmi nem tudja elmondani, mint maga a növény, hogy hogy érzi magát ebben a vízszegény környezetben. Május közepén ugyan volt néhány esős nap, de ez sem változtatott azon, hogy legkevesebb 100 mm-nyi víz hiányzik a talajból. Járjuk az esőtáncot, de teljesen felesleges egyelőre, hiszen nem akar megérkezni az a mennyiségű csapadék, amire szüksége lenne a növényeknek, hiszen itt az időben elvetett napraforgó is már másfél hónapja, mivel hogy a tavasz előrébb jött a korai meleggel, földbe került, és mégiscsak ekkora, gyakorlatilag megállt a növekedésben, igaz ez a kukoricákra. Nem csak a napraforgót, hanem az összes kultúrnövényt megtizedeli az asszály. Itt ezt a dinnyét elpalántáltuk már március 28-án, azóta folyamatosan öntözni kell, hogy ne száradjon ki. Már most látható, hogy a szárazság miatt a vártnál jóval kisebb lesz a termés, gyakorlatilag mindenből. Emiatt pedig még a tavainál is drágábbak lesznek a zöldségek és gyümölcsök. A gazdák ugyanis a folyamatos öntözés tetemes költségét értelemszerűen beépítik az árakba. Nem azért, hogy extra profitra tegyenek szert, hanem azért, hogy legalább a költségeik megtérüljenek.